A mai videóban a lelógó, megereszkedett bőr okairól és a természetes megoldásokról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Lelóghat a bőr itt a felkarnál, ezt ugye pettyűt karnak is nevezzük, a tokánál, a szemhénál, a hasnál elől, és komolyabb fogyások után alapvetően bárhol a testünkön. Ez a bőr probléma hormonális változásokkal függ össze, illetve a kollagén és az elasztin hiányával. Az elasztin segít megőrizni a bőr kollagén szintjét, továbbá serkenti a bőr feszességét és elősegíti a fiatalosabb megjelenést. Tehát ha el akarjuk kerülni a megereszkedett bőrt, szükségünk van megfelelő mennyiségű kollagénre és elasztinra is. A kollagénnek és az elasztinnak a lebontását elsősorban a kortizol hormon végzi, tehát a stressz hormon, a felépítését pedig a növekedési hormon. Tehát ha a hosszú távon magas a kortizol szintünk, azaz a stressz szintünk, az növeli a lelógó bőr esélyeit, míg ha serkentjük a növekedési hormon termelődését, megelőzhetjük vagy javíthatunk a problémán. Hölgyeknél a változókor alatt és után azért alakul ki ez a probléma gyakran, mert a mellékvesék, tehát a stressz hormont is előállító szervek a petefészkektől, amelyek aktivitása ugye a menopauz alatt csökken, átvesznek feladatokat. Tehát a mellékvesék sokkal aktívabbá válnak a változókor alatt és után, így több kortizolt, azaz stressz hormont is termelnek, amelyek, mint mondtam az előbb, ugye lebontó hatása van a kollagénre és az elasztinra is. A megoldás első lépése mindezekből következik, növeljük a növekedési hormon szintünket, és amennyire csak lehet, csökkentsük a kortizolt, a stressz hormont. A növekedési hormon szintünk emelkedik az edzés, a testmozgás alatt, főként a magas intenzitású intervallum edzések során, ez például a rövid ideig tartó, de intenzív sprintet vagy kerékpározást jelenti. Jelentős mértékben emeli a növekedési hormon szintet a bőtölés és az alvás is. A pihentető alvások azért is jók, mert a kollagént és az elasztint lebontó kortizolt is normalizálja idővel. A cukor gátolja a növekedési hormon felszabadulását, tehát minél több magas felszívódó szénhidráttartalmú ételt fogyasztunk, annál inkább csökken a növekedési hormon szintünk. A megoldás második lépése a kollagén rendszeres pótlása, hidrolizált kollagéntartalmú italporokkal. A hidrolizált kollagén pozitív hatásait legelőször az arcbőrön fogjuk megtapasztalni, tehát például a tokánál, illetve a szemhénál. A hidrolizált kollagén a kollagén építő anyagait tartalmazza, a glicint, a prolint és a hidroxiprolint, amelyekből a testünk könnyen fel tudja építeni saját kollagénjét. Találom a figyelmetbe a Manavita multikollagén, melynek napi adagjával nagy dózist, 15 g kollagént lehet bevinni. 4 forrásból tartalmaz kollagént. Következőnek nézzük meg azokat a mikrotápanyagokat, amelyek mind a saját kollagénünk termelődését segítik, mind az étrend kiegészítővel elfogyasztott kollagén hasznosulását is javítják. A kollagén porok mellé a kollagén hatásainak fokozásához érdemes fogyasztani magas A-vitamin, C-vitamin és vastartalmú ételeket is. Az A-vitamin a legfontosabb kofaktor a bőrnél lévő kollagén felépítéséhez, tehát lelógó bőr esetén mindenképpen gondolhatunk arra, hogy nagy eséllyel kritikusan alacsony az A-vitamin szintünk is. Jó A-vitamin források a tojássárgája, a májételek, a vaj, a zsírosabb halak és a csukamájolaj. Ha pedig étrendkiegészítővel pótoljuk, olyat keresünk, amelyben retinil palmitát van. A C-vitamint be tudjuk vinni savanyú káposztával, citrommal, paprikával, bogyós gyümölcsökkel és zöldleveles zöldségekkel is. A C-vitaminnál fontos ismételt megemlítenem, hogy az aszkorbinsav nem C-vitamin, és a bőr egészségéhez kifejezetten szükségünk van a C-vitamin többi összetevőire is, tehát a rézenzimre és a bioflavonoidokra is. Vasat állati eredetű ételekkel célszerű pótolni, a növényekben lévő vas sajnos nagyon alacsony hatásfokkal tud érvényesülni csak a szervezetünkben. Jó vasforrások a májételek és a zsírosabb vörös húsok. És végezetül a három leggyakoribb tényező, amely fokozza a kollagénvesztést, és azáltal a lelógó bőr kialakulásához akár jelentősen mértékben is hozzájárul, az a túl sok napon tartózkodás, illetve a szoláriumozás, a dohányzás és az alacsony zsírtartalmú diéta. Itt tehát a megoldása a mértékletesség bevezetése és a hozzáállásunk megváltoztatása. Ugye ne maradjunk sokat a napon, ne járjunk túl gyakran szoláriumba, és csökkentsük a napi cigaretták számát, vagy hagyjuk abba ugye a dohányzást. Ha alacsony zsírtartalmú diétát folytatunk, ezt változtassuk meg, mivel a korábban már említett A-vitaminon túl a többi zsírban oldódó vitamin is
rendkívül fontos a bőr számára, és a zsírban oldódó vitaminokat leginkább a magas zsírtartalmú állati eredetű ételekkel tudjuk pótolni. Következőnek javaslom megtekinteni azt a videót, amit a kollagén hasznosulásáról készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!